kedves filmes barátok, kedves érdeklődők, akiket érdekel mindaz, ami ebben a három emeletben ott várja önöket. Üdvözlöm a kiállításon! Iványi Bitte Brigitta vagyok, a kiállítás kurátora és a kiállítási katalógus szerkesztője. Szeretném részletesen bevezetni az Infox Stúdió rejtett kincsekkel teli világába. Sétánkat kezdjük a kiállítás vezető füzet elején található földszinti térkép alapján a négyes számmal jelölt Infox sorja megtekintésével, amely több mint 200 Infox filmből ad rövid ízelítőket. Nagyon sokáig az volt az érzésem, hogy az Infox Stúdió megszületésével, létrejöttével, működésével és utána egy bizonyos formában lezárulásával mondát kívánó esemény sor jött létre, de valahogy ez beleveszett a zajba, beleveszett a mindennapokba. Az Informing Brand megalapozása visszanyúlik a 90-es évekre, amikor is három értelmiségi, Hartai László, Mugi András és Mugi Klára, akik a filmkészítés legmagasabb szintű hagyományai iránt elkötelezettek, keresték az utakat, amin érdemes elindulni. A stúdió szellemiségének megértéséhez főleg azt kell még tudni, hogy vezetője Mugi András producer 2000-től kezdve tudatosan elkötelezetten építette a stúdió rendezői körét meritokratikus alapokon. Hát igen, van egy olyan stúdió, hogy Inforg, és ott a Mugi Andris meg egy páran mindenféle rövidfilmeket csinálnak, meg néha egy-egy hosszabbat, és valahogy nem lett kimondva az, hogy megtörtént valami nagyon fontos. Tulajdonképpen egy társadalom, egy kultúra egészségéhez elengedhetetlen fészeknek, műhelynek, színfoltnak a létrehozása és nagyon-nagyon sikeres működése. Ez a kiállítás rendhagyó módon az Infox Stúdió mozgóképeit fogja becsempészni a múzeum falai közé. Annak ellenére, hogy ugye a filmjeink, azokat mi vászonra álmodtuk meg, vagy a tévésugárzásra, viszont való igaz, hogy szerzői filmeket, úgynevezett művészfilmeket készítettünk elsősorban, és úgy látszik, hogy 20 évvel visszatekintve, vagy 10 évvel visszatekintve ezek alkalmasak arra, hogy akár képzőművészeti térben is megmérődjenek. Nem az én ötletem volt, hanem Prosek Zoltáné, aki a múzeumnak az igazgatója, és hát nagyon örültem neki, amikor ezzel az ötlettel felhívott egy álmos délutánon, mert őszintén szólva olyan rosszul lett vége az Infort stúdiónak. Tehát ahogy így berobbantunk a magyar filmbe, aztán 2010-ben, amikor összedőlt a filmtámogatás a Magyar Mozgókép Közalapítványnak az összezuhanása miatt, akkor úgy vége lett. Tehát amilyen üstökösként berobbantunk, úgy egyszer csak vége lett. De maradt 200 film, amiből most 40-50 kiállítva lesz, és hát én úgy élem meg, hogy mi a Balázs Béla stúdiónak voltunk egy természetes folyománya, tehát ahogy, mert a BBS is egyszer csak kimúlt, de akkor jött az Infox stúdió, és hát olyan nevek készítették el nálam az első filmjeiket, mint Nemes-Jeles László, aki ugye már Cannes-i nagydíjas, meg Oscar-díjas lett, Fligau Bence, Munducó Kornélis dolgozott a stúdióban, de olyan nevek is, mint Enyedi Ildikó, Policer Péter, aki jelenleg főként egy neves vágó, Szaladják István, aki az Új Hullámnak volt az egyik legfontosabb operatőre, sőt, hát azok, akik most már olyan világkarriert futnak be, Zányi Tamás hangmérnök, Erdély Mátyás operatőr, szóval egy nagyon érdekes gyűjtő stúdió volt az Inforg. Akkor én csak azt láttam, hogy nagyon tehetségesek, és el tudtam képzelni, hogy majd karriereket fogunk építeni, de hát azért most így utólag ránézve, hát tényleg jó dolgok születtek. Programjában a tehetség
lehetségek felfedezése és a karrierindító lehetőségek megteremtése szerepelt, azzal a határozott profillal, hogy a 2000-es években induló új magyar tehetségek iskolázottságtól függetlenül kapjanak filmezési lehetőséget. Muhja András az egyik első olyan producer volt az 1989-es rendszerváltás után, aki határozott profilú stúdióépítéssel és programadó értékrendszerrel megalapozta a magyar produceri szakmai munka kialakítását. Az Infok Stúdió színes palettája lefette a korszak budapesti életérzését, Muhja András rajta tartotta a kezét a város kreatív ütőerén. 2010-ig valós versenyhelyzetben demokratikus a szakmáltal megválasztott játékszabályok szerint folyt a filmtámogatás. Jelenleg gyakorlatilag ilyen projekttámogatások vannak, és nem a producer, hanem a filmintézet mindenkori vezetője, aki jól rosszul, inkább rosszul tulajdonképpen portfóliót épít, és ez a portfólióhoz lehet ajánlani filmterveket, amik aztán vagy kellnek, vagy nem. Tehát magyarul 2010-ig, hogyha én odaálltam egy film mellé, annak súlya volt. Most, ha odaállok, akkor semmi nem történik. Annak ellenére, hogy sorban nyeritek a rangos külföldi díjakat, akár... Ez teljesen nem érdekes. Nem érdekes dolgok. Akkor elmondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag minden egyes alkalommal újra nulláról kell kezdeni? Benne voltam az Enyedi Ildikónak az Aranymedve díjas a Testről és Lélekről című filmjében, vagy a Frigaok Bencének a Csak a szélben, ami ezüst medvedíjat nyert, vagy a Hajdú Szabolcs a Karlovivariban nyertünk. Tehát ezekkel az egyes filmekkel is ugyanúgy nyerek, hát értelemszerűen a rendezők nyernek, én csak mellettük vagyok, mint annak idején 200 filmben is ki tudnám ezeket mutatni, ezeket a nemzetközi sikereket, amik nekem azért voltak fontosak, mert hát azért az adófizetők pénzéből készülnek tek ezek a filmek, és ez engem nagyon hitelesített, vagy számomra morálisan, hogy mondjam, ez kötelező volt objektíve jó filmeket csinálni. És ezt a világ visszaigazolta. A Balázsban a stúdiót említetted, ami azért egy nagyon komoly műhely volt annak idején. Mennyiben különbözik most a munkátok attól a klasszikus értelemben a műhely munkától? Döntően. Amennyiben a Balázs Béla stúdióban tagság volt, vezetőség volt, szavaztak, tehát a kollektív bölcsesség alapján születtek meg az egyes filmek. Az Infostúdió az egy tisztán producer vezette stúdió volt, én egyedül döntöttem, tehát nekem volt viszonyom a filmalkotókkal, elsősorban a rendezőkkel, adott esetben a forgatókönyvírókkal. És akkor én döntöttem el, hogy mi az, amivel pályázok, vagy pedig akkor még azokban a boldog időkben még volt ilyen, hogy stúdiótámogatás. És akkor adott esetben én nekem nem kellett a mindig átlagoló és középre húzó grémiumokon átfuttatni a produkciókat, és a legizgalmasabb filmek így születtek meg. Például a Nemes Jeles Lászlónak a Türelem című filmje, ami előzménye volt egyébként a Saul fiának. Meg kell mondjam, hogy a legmélyebb és elkeseredettebb és reménytelenebb időszakában az életemnek, amikor már nem tudom, hanyadik filmtervem sem valósult meg, akkor a Múj András volt az, aki azt mondta, hogy csináljak meg egy rövid filmet, és rösteltem tulajdonképpen, hogy tulajdonképpen a fiatalok elől szedem el a pénzt így öreg fejjel, de nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy rádomáltál, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt megcsináltam, mert energiát adott, éreztem megint, hogy filmes vagyok, és tulajdonképpen az előjátéka volt annak, hogy megint működőképes filmesként tudtam működni. Amikor bedőlt a Magyar Mozgókép Közalapítvány, az magával sodort az Infork stúdiót is, és akkor hoztuk létre ezt az Infork M&M Kft-t, vagy stúdiót, ami jogi értelemben nem ugyanaz.
meg hát semmilyen értelemben nem ugyanaz, mert más tulajdonosokkal, meg egy más támogatási környezetben. Tehát ezt a mutatványt soha többet nem lehet megcsinálni, ami ez az Infostúdió volt. Ezért is szerintem indokolt a kiállítás például. Az Inforg az folytatása volt annak a szabad levegőnek, amit a BBS képviselt. A hazugság korszakában vagyunk. Egy másik hazugságéban. Tartós lesz. Volt egy 20 éves szünetünk 90-től 2010-ig, és a hazugságok paradigma váltását a kultúrában is követhetjük. Tragikus eseményeknek vagyunk a szemtanúi. Most azért adtunk egy komoly lökést arra, hogy megörökítsük magunkat. Például van egy szájtunk, az inforgfilm.org, amin az összes filmet meg lehet nézni. De például a kiállítást is, mert az Inforg hű maradt önmagához, amennyiben virtuálisan előre megcsinálta a kiállítást a kurátorunk, Iványi Bitter Brigitta. Tehát mi most is újítottunk, mert ez még egyáltalán nem általános a magyar múzeumok vagy kiállított termék gyakorlatában. És akkor ez így meg is marad. Tehát a kiállítás is örök ettől a pillanattól, valamint megjelenik egy nagyon komoly katalógus, amiben vezető magyar filmesztéták és két külföldi különböző aspektusból vizsgálják az import filmeket. Tehát magyarul most én azt gondolom, hogy az a kanonizálás, ami 2010-ben nem történt meg, mert egyszerűen megszakadt a történet, az most megtörténhet. Tehát én nagyon remélem, nekem ez a vágyam, hát nekem ez az életem egy nagyon pontos darabja. Ezen a kiállításon arra teszünk kísérletet, hogy több mint 200 filmet maga mögött tudó stúdió munkáiból a relatív társpektrum bemutatásával segítsük a rálátást egy valamivel több mint egy évtized munkájára. Köszönöm szépen!